A látszerész munkája nem csupán szemüvegkészítésből áll. Gyakorlatilag bármilyen lencsét el tud készíteni, aminek az ember a civilizáció kezdetétől a hasznát veszi. A történetírók szerint először Néró császár hordott látása javítása érdekében lencsét, ami mérhetően gazdagságához zöld színű smaragdból készült. Az optika tudományának alapjait egy Alhazen nevű arab matematikus csillagász fektette le a 10.-11. század fordulóján. Régen a szemüveg csak az uralkodók kiváltsága volt, ma már szerencsére sokkal szélesebb rétegek életét könnyítik meg a látásjavító lencsék. A gyerekkori élmények és tapasztalatok meghatározóak voltak, hiszen nagyon sok időt töltöttem itt az üzletben. Én vagyok már a negyedik generáció, aki ezt a szakmát választotta hivatásául. A keretek válogatása számomra nagyon fontos. Ugyanakkor nagyon szeretek a vevőkkel, főleg a visszajáró vevőkkel egy kicsit kommunikálni, ez egy picit egy pszichológia, és én azt nagyon szeretem. Valamint az, hogy az ember mindig úgymond napra kész legyen az újdonságok tekintetében, ezért fontos az, hogy külföldi tapasztalatokat is szerezzen. Tehát éppen ezért járok külföldi kiállításokra. Nézzük hát, mivel is foglalkozik a látszerész. Ő az, aki vevői igény és recept alapján szemüveget készít, illetve kiskereskedelmi tevékenységben optikai, fotó és időjárás technikai műszereket, eszközöket árusít, tájékoztatást ad a termékek használatáról, gondozásáról. Egy átlagos munkanap során fogadja a vevőt az üzletben, felméri az igényeit és segít neki eligazodni a termékek között. Különleges, egyedi megrendelés? Nem probléma. A látszerész érti a szemész-orvos által kiadott vényeket. Megállapítja a megrendelt lencse optimális átmérőjét, és el is készíti azt. A lencsét behelyezi a szemüveg keretébe és látáspróbát végez, ha elkészült, a terméket ellenőrzi. Képesítésének hála ért az optikai, fotó és időjárás technikai műszerekhez is, mint például a mikroszkóp, távcső vagy fotóobjektív. Ha előfordul reklamáció, türelemmel igyekszik megoldást találni. Intézi a garanciális javításokat és karbantartja a munkájához szükséges kézi szerszámokat és munkaeszközöket. A látszerésznek gondos nyilvántartást kell vezetnie. Ő az, aki árut rendel, tehát pontos információval rendelkezik az üzlete igényeiről és kellően önálló ahhoz, hogy azt sikeresen képviselje. A látszerész munkája során aprólékos, precíz műszereket használ. Ezek között vannak mérőműszerek, mint a dioptria mérő és a szemtávolságmérő. A lencsék megmunkálásához kéziszerszámokkal dolgozik, különböző fúrókkal és polírozógépekkel, automata és manuális csiszológépekkel. A keretbeillesztés során keretmelegítőgéppel kerüli el a töréseket, javítás és illesztések során forrasztóberendezést használ. A kézi csiszolóval gyakorlatilag a lencsét leformázták a keretbe. Ma már gyakorlatilag arra használják, mivel ma már a mindenféle fejlett technológiájú automata gépek vannak, hogy ha mondjuk bejön egy vevő, aki szeretné a lencsét áthelyezni egy másikba, akkor egy pici finomításra használják. Tehát erre szolgál ma már a kézi csiszoló. A látszerész munkájához összetett szakmai ismeretekre és jó logikai gondolkodásra van szükség. Megfelelő műszaki kompetenciával jól kell ismernie azokat a műszereket, amiket használ. Nyitottnak is kell maradnia, hiszen ha a piacon új termékek jelennek meg, neki követnie kell a technika fejlődését. Ahhoz, hogy az érzékeny műszereket kezelni tudja, jó kézügyességre, térbeli gondolkodásra, pontosságra és figyelemre van szüksége. Fontos az empátia és a jó kommunikációs képesség. Az ügyfél szívesebben bíz meg egy udvarias, kedves látszerészt arra, hogy szemüvegét adott esetben elkészítse. Fontos, hogy a látszerész jó üzleti érzékkel rendelkezzen, ha saját vállalkozásban dolgozik, akkor a vállalkozói felelősségével is tisztában legyen. A látszerész munkáját egyedi szoftverek segíthetik, ezek kezeléséhez digitális kompetenciára is szüksége lehet. Ezek a szempontok mind-mind fontosak a szakmai sikerhez. Jó látszerész abból lehet, aki elhivatott. Sikert én úgy annak nevezném, hogyha valaki nem áll meg a szakmába azzal, hogyha tulajdonképpen kezébe kapja a szakmunkás bizonyítványt, hanem utána még képezi magát, utána még elvégez más iskolát, azon kívül pedig a technika és a olyan hátteret teremt az üzletbe, úgy vizsgálatba, mint a műhelybe, hogy állandó fejlődésben legyen. Tehát mindig toppon kell lenni. Jelen pillanatban minden olyan vizsgálóeszköz rendelkezésünkre áll, ami ma még egy orvosi rendelőben is megállna a helyét. A látszerész sokrétű tevékenységét épületen belül, a látszerész szaküzletben, az eladótérben és a műhelyben végzi, általában 8-10 órás műszakban. A szakmai gyakorlása során nincs jelentős fizikai igénybevétel, könnyű munkának minősül. Speciális, a munkakörből adódó egészségre ártalmas tényező nincsen, valamint baleseti veszéllyel sem kell számolni.
A gerinc és a hát átmozgatására azonban folyamatosan figyelni kell, hiszen a munkával járó több órás ülés megterhelő lehet ezeknek a testrészeknek. Pszichés megterhelést jelenthet, hogy gyakran a határidők szorításában kell teljesíteni az elvállalt munkát. A munkavégzés során nélkülözhetetlen a kéz és az ujjak használata, valamint a jó látás. A lencsék méretre, formára csiszolása, színezése során fontos a tér, színlátás és a látáshélesség. A munkakör átszervezésével mozgás és hallássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok jelentős részének elvégzése. A látszerész munkához szükséges képesítés előfeltétele a sikeres érettségi. A szakma egészségügyi alkalmassági követelményeket támaszt. Látszerészként az dolgozhat, aki a látszerész és fotocikkereskedő emelt szintű szakképesítést elvégezte. A képzés elkezdhető szakközépiskolában, illetve tanulható iskolarendszeren belül érettségi után is, vagy felnőtt képzésben tanfolyami keretek között. A képzés során a gyakorlati órák dominálnak, a résztvevők többek között fotográfiai alapismereteket, kereskedelmi vállalkozási, művészeti, történeti és szakrajzi ismereteket, szemészeti és optikai alapismereteket sajátítanak el, valamint megtanulják a szemüveg készítés elméletét és gyakorlatát is. A szakképzés befejezése után bejelentett alkalmazottként vagy egyéni vállalkozásban látszerész és fotocikkereskedő vagy komputeres szemvizsgáló munkakörökben lehet elhelyezkedni. Aki megtalálta a számításait a látszerész szakmában, annak rokonfoglalkozásként a finom mechanikai műszerész vagy az optometrista szakmák is ajánlhatók. Statisztikai adatok alapján a havi bruttó átlagkereset 130 és 200 ezer forint között mozog. A látszerész konkrét jövedelme attól függ, hogy hol és milyen körülmények között dolgozik, hiszen ezt a tevékenységet lehet alkalmazott vagy magánvállalkozóként is folytatni. Meghatározó továbbá, hogy mely régióban lakik, valamint hogy a munkáltató esetében állami vagy magán, hazai vagy külföldi cégről beszélünk. Minden olyan fiatalnak ajánlanám ezt a szakmát, mivel már elég régóta vizsgáztatok is, és látom is, hogy némely fiatal elhivatott és hosszú távra tervezi az életébe ezt a szakmát. Aki nem ugródeszka és nem a pillanatnyi haszonlesése, hanem elhivatottan és segíteni a rosszul látó embereken. A foglalkozásról további részletek találhatók a Nemzeti Pályorientációs portálon. Készült az Európai Unió támogatásával, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megbízásából.